Az új szokások szerint a szerelmesek február 14-én Valentin, azaz magyarul inkább Bálint napján lepik meg kedvesüket, általában aprócska ajándékokkal, szerelmük, érzelmeik jeléül. Ez az angol száz eredetű népszokás a 90-es évektől kezdett elterjedni Magyarországon. A pároknak már csak néhány napjuk van beszerezni az ajándékokat. Ilyenkor az ajándék és virágboltok megtelnek piros, szívalakú tárgyakkal, melyekkel a fiatalok kifejezhetik érzéseiket kedvesük felé. A legtöbben különleges ajándékkal készülnek. Pár évvel ezelőtt például úgy voltunk, elmentünk Pézéri a vacsora, stb. És én lebeszéltem előtt a pizza szakáccsal, hogy egy szív alakú pizzát gyártson le arra az estére nekem. Mindig veszek egy szár rózsát, meg bombon szoktam venni a barátnőmnek, és mindig egy kisebb ajándékot, mondjuk egy nyakláncot, vagy fülbevalót, hát hogy idén azt kap. Aha, és te? Hát én is inkább ilyen kisebb ajándékokkal szoktam, ami használatos is, meg jó használt veszi Krisztián, de csoki, bombon, meg ilyesmi. Szívecskés párnát kapott, meg ilyen hasonló dolgok, hát mindenképpen most ilyen kis kulacsot néztem neki, aztán majd meglátjuk, lehet abbogra víroztatok, vagy ilyesmi. De olyan is akad, aki egyáltalán nem ünnepli a Valentin napot. Ez nem hagyomány nálunk. Tehát ez bejött Amerikából, vagy valahonnan, és szerintem nincs értelme. Tehát lehet, hogy a fiatalabbaknak jobban megy ez, vagy nem tudom, de nálunk nem igazán már. A Valentin napot 60-ban is egyre többen megtartják. A tapasztalatok alapján a kereskedők arra számítanak, hogy a szerelmesek ezen a hétvégén veszik meg az ajándékokat. Az utolsó pár napra hagyják a vásárlást, és hát főleg ilyen szíves dolgokat, amik ilyen piros, szívecskés, tehát párna, bögre, meg itt látható a különböző ilyen rózsa alakú szappanok, mindenféle műtyűrt, illetve hát ékszereket szoktak még vásárolni. Ezen a napon legtöbben mégis virággal lepik meg kedvesüket. A virágkötők szintén készülnek a hétvégi rohamra. A vágott, cserepes kosarakba ültetett virágok egyaránt jó választás. A férfiak gyakran kikérik az eladó véleményét. Elsősorban a vörös rózsa az egy szimbólum. Az mindig a szerelem, a szeretet szimbóluma, amellett a tulipán, hogyha piros. Persze egyéb színeket is lehet vásárolni ilyenkor, mert kinek mi a kedvenc. Sokan persze azt tartják, hogy szép-szép a Valentin napozás, de ha csak ezen az egy napon ajándékozzák meg egymást a párok, illetve fejezik ki érzelmeiket, akkor az nem lesz hosszú életű, tartalmas kapcsolat. A többség szerint ugyanis az a fontos, hogy Valentin nap előtt és után is figyelni kell egymásra.